Csütörtökön Kati fölhívott. Kati szokta mentorálni, egy fiatalabb hölgy, és kérdezte tőlem, hogy van-e öt percem, hogy meghallgassam, hogy mi történt vele, illetve a vállalkozásával. Mondom, Kati, örömmel bármikor rendelkezésed rálok, és elkezdte nekem magyarázni, hogy volt egy rendezvény, amit szervezett, nem sikerült, egyáltalán nem sikerült. Senki nem jött el, senki nem érdeklődött felőle. Meghívott a polgármesteri hivatalból valakit, aki eljött egy negyed órára, és utána fölállt és elment, amivel ez azt jelezte neki, hogy nem kíváncsi a világrá. Öt percig beszélgetett, beszélt hozzám Kati, mire a végére ért a monológiának, lehetett látni rajta, hogy liheget, ki volt merülve, és az élni akarás vágya is kiköltözött, a lelkéből. Szinte elcsukló hangon kérdezi tőlem, Kati, hogy mit csináljak? Hát nem látod, hát annyira reménytelen az a világ, amiben élünk. Pici szünetet tartottam, mondtam, Kati, ha úgy fogalmaznék, mint ahogy te fogalmazol, akkor azt érezném, amit te érzel. Mi lenne, Kati, és most Hallgass végig, mi lenne, ha kipróbálnánk egy kísérletet? 30 napig nem egy életre, nem kell felfordítani a, a világot, 30 napra vállald azt, hogy elkezdesz másképpen fogalmazni. Mi lenne, ha nem sarkítanád ki, hogy senkinek sem kell? Mi lenne, ha nem csak végletekben gondolkodnál, hogy biztos mindenki utál? Senkinek sem kell az én megoldásom vagy az én termékem. Kati lehajtotta a fejét és azt mondta: "De de ezek csak szavak. Igen, Kati, ezek szavak. De amikor ezeket a szavakat kimondod, te is hallod. És ahogy a szó másra is hatással van, rá is hatással van." És ha te elkezdesz odafigyelni arra, hogy te mit mondasz másnak, amit te is hallasz, akkor ki tudsz lépni abból a mederből, amiben olyan sokan beleesnek. Volt egy pozitív, meg egy negatív gazda. Összehavárkodtak és beszélgettek, elkezdett esni az eső, és mondja a pozitív gazda a negatív gazdának, hogy nézz, esik az eső, végre valami jó a mezőgazdaságnak. Majd a negatív gazda azt találta válaszolni, biztos annyi elsőt fogunk kapni, hogy elrohadnak a gyökerek. Következő nap találkoznak, kisütött a nap, és mondja a pozitív gazda, milyen csodálatos, hogy süt a nap. Mire a negatív gazda, biztos minden ki fog száradni. Nem foglalkozott vele a pozitív gazda, majd harmadnap elmentek vadászni. Beültek a csónakba, kutyával együtt kimentek a tó közepére, láttak egy madarat, a pozitív gazda elővette a fegyverét és lelőtte a madarat. Majd oda csapott a kutyájának, a kutya kipattant a csónakból, végig sétált a vizen, majd összeszedte a madarat, és visszasétált a csónakhoz. Széles mosolyal az arcán a pozitív gazda kérdezi, na ez mit szólsz? Hát persze, hogy a vizen sétál, mondja a negatív gazda. Hát nem tudsz, nem tud úszni. Az, hogy mit, hogy fordítunk le, az a mi felelősségünk. Az, hogy milyen szavakat használunk, azok befolyásolják, hogy amikor jönnek azok a lehetőségek az életünkben, vagy az üzletünkben, lesz-e bennünk olyan erő, meg hajlam, hogy észrevegyük, hogy az a lehetőség rendelkezésünk rá. Vagy kivetítjük másra a felelősséget. Van egy rokonom. Hezitálva mondom el, mert remélem, hogy tudtok titkot tartani. Ez a rokonom iszik. Tomi, nem, nem annyit, mint a nagynénéd, hanem annyit iszik, mint a nagybátyád. 13 évvel ezelőtt találkoztam Tomival, és kérdeztem tőle, hogy hallom, hogy bevonták a vezetési engedélyedet. Mi történt? Kiúzta a melkasát, és mondta, hogy a rendőrök pikkelnek rám. Megtalálta azt a külső tényezőt, amire rá tudta kenni az ő hiányosságát, az ő gyengeségét, és azóta eltelt 13 év, és föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Tomi észik-e ma? Ki tudják találni, vagy ki tudott találni erre a választ? Mert mindig megmagyarázunk valamit, mert mindig, és szándékosan azt a szót használom, hogy mindig, és el tudjuk magunkat juttatni abba a lelki állapotba, hogy észre se vesszük a lehetőséget. Ugyanis ha jön egy lehetőség, akkor meg nem tesszük bele azt az erőfeszítést. Mert úgy is mindegy, úgy is majd valaki, és akkor lehet sorolni az időjárást, a kormányt, az ellenzéket, a konkurenciát. Vagy ha megfordítjuk, és Kati elfogadja azt a tanácsot, akkor 30 nap erejéig kipróbáljuk a saját bőrünkön, hogy mi történik akkor, ha elkezdek másképpen fogalmazni. Én ezért szeretek motivációs előadásokat tartani, mert amikor másokat kell motiválnom, azokat a beszédeket én is, saját magam hallom. És azok a szavak engem is befolyásolnak. Tehát 30 napig. Nektek is azt a tanácsot mondom, mint Katinak, hogy próbáljátok ki. De nem úgy, hogy egyedül kitűzöm ezt a célt, és utána remélem, hanem megkérek valakit, aki elég sok időt tölt velem. Lehet egy barát, egy hitvestárs, egy rokon. És kérjem meg, kérd meg őt, hogy jelezze vissza neked, amikor hajlamos vagy elmenni abba az irányba, hogy sarkítasz. Mert amikor sarkítasz, akkor egy negatív érzéssel telik meg az embernek a lelke. Ezt ki lehet próbálni egy kapcsolatban, ha hazamész este, és mondjuk a feleséged vár az ajtóban, és rád néz, és azt mondja, hogy te soha nem érsz haza időben, ember legyen a talpán, aki ilyet hal, és nem háromszorozódik meg a vérnyomása. És nem azért, mert megállapítja, hogy későn érek haza, hanem egy szó miatt, hogy ott van az a soha, és kisarkítva, és semmilyen elismerése nincs annak, amit esetlegesen máskor igyekezett formájában beleteszek. Ha csak azt az egy szót veszik ki, hogy soha, és esetleg helyette azt mondja, hogy sűrűn késve érkezel haza, már is elkerülhető a vita. És ha azt mondom, hogy néha nem sikerül, de az nem azt jelenti, hogy soha nem fog sikerülni, akkor nem csapolom le, nem eresztem le azt az energiaforrást, ami bennem van, és kell ahhoz, hogy pozitívan álljak hozzá az üzletemhez. Mindannyiunknak, akinek van vállalkozása, az elmúlt pár hónap során valami változást megtapasztalt. Vagy olyat, hogy elkezdett rosszabbul menni, vagy olyat, hogy elkezdett jobban menni. Ha valaki szerencsés helyzetben volt, és ott volt, ahol éppen elindult fölfelé mondjuk az elektronikai kereskedelem, akkor valószínűleg most nincs oka a panaszra. De lesznek más lehetőségek, amikre, azokra a hullámokra mi is föl tudunk ülni. Olyan lelki állapotban tartjuk magunkat, hogy észrevesszük, hogy jön. A másik kihívás, amit mondtam Katinak, hogy amikor egyszer kap valamilyen negatív visszajelzést egy embertől, valaki nem jól néz rá, nem mosolyog, abból ne vonjon le messze menő következtetéseket. Ne sértődjön meg attól, hogy valaki esetleg őszintén kifejezi neki, hogy nem tetszett. Én annak örülnék a legjobban, ha valaki merne annyira őszinte lenni, hogy elmeri mondani nekem az igazat. De sokan egy impulzus alapján elmegyünk egy olyan végletig, és olyan következtetést vonunk le, hogy mint kívülálló azt mondom, hogy ez vicces. De ezt komolyan így gondolja az ember? De van, aki így gondolja öltönybe öltözött úri ember egy padon ül, Central Parkban, és olvassa a Wall Street journal -t. Fiatal 22 éves rác arra tart, és megáll, és miközben az újság mögött elbújva az úri ember olvassa az újságot, fölteszi neki a kérdést, elnézést, megkérhetném, vagy megkérdezhetem, hogy mennyi az idő? Az úri ember nem válaszol. Kicsit meglepődik a fiatal, majd kicsit hangosabban fölteszi a kérdést, hogy elnézést, meg tudja mondani nekem, hogy hány óra van? Csend. Most már kezd fölmenni a fiatalnak a, a vérnyomása, és kicsit gorombán rászól az úrra, hogy mennyi az idő? Miért nem válaszol a kérdésemre? Majd leteszi az ölébe az újságot az úriember, új ránéz és azt mondja, ha válaszolnék, elkezdenénk beszélgetni. Ha elkezdenénk beszélgetni, megkedvelnénk egymást. Ha megkedvelnénk egymást, akkor érezném a kényszert, hogy meg kéne hívni vacsorára. Ha meghívnám vacsorára, akkor találkozna a gyönyörű lányommal, aki korban hozzáillő. Ha találkozna a lányommal, Egymásba szerelmesednek. És ha egymásba szerelmesednek, akkor a lányom magához megy feleségül. Én meg nem akarom, hogy a lányomnak olyan férje legyen, akinek se karórája, se telefonja nincs, hogy meg tudja mondani, hogy mennyi az idő egy egyszerű kérdésből egy olyan következtetésre jut valaki, kívülállóként azt mondom, ilyen nincs. Tehát egy ember nem tudná ezt a következményt leszűrni ebből a beszélgetésből. De ilyenek vagyunk, hogy néha egyből feltételezzük azt, hogyha valaki csúnyán szólt, vagy csúnyán nézett ránk, akkor egyből utálhat, haragszik, és az meg akarva, akaratlanul, befolyásolja az én viselkedésemet. De mi van, ha nem azt ételezem föl? Katinak mondtam, mi van, ha azt mondom, hogy csak rossz napja van? Mi van, ha azt mondom, amikor valaki bevág elém az ülői úton reggel nyolckor, és nem kezdem szidni, hogy ilyen szemét, meg aljas, meg lehordom a politikai nézetei miatt, amit persze a kocsiban ülve csak kikövetkezni tud, kikövetkeztetni tudok. Mi van, ha azt tételezem föl, hogy lehet van a le, lehet, hogy van le egy olyan beteg gyerek, akivel siet a kórházba, és minél hamarabb kell bejönniük, hogy minél hamarabb részesüljön ellátásban? Mit árt az nekem, ha egyszer valamit pozitív módon tételezek föl, és nem egyből a lehető legrosszabb következtetésre jutok? Kati szerencsére megfogadta ezt a kihívást. Megkérte a barátját, hogy segítsen neki, mert szeretne megváltozni. Az a nagy szerencse, hogy az, hogy én hogy reagálok zsigerből, az nem egy genetikai programozás, hanem egyszerűen egy szokás, ahol én nem veszem észre, a körülöttem lévő emberek úgy szintén nem szólnak nekem, amikor elindulok abba az irányba, és egy idő után szokássá válik. Egy idő után én se veszem észre, hogy így fogalmazok, és elkezdem azzal magyarázni, hogy én realista vagyok, nézz körül ebben a világban, nézd meg, mennyi gazember van. Hát csoda, hogy erre a következtetése jutottam. Erre azt tudom mondani, hogy csoda. Tanuljunk Katitól. Nem egy élet, hanem 30 nap kérjük valakinek a segítségét, hogy amikor reagálok, amikor valamit megélek, ami esetleg nem úgy sikerült, ahogy én azt elterveztem, én azt hogy adom mások tudtára? Mert amikor mások tudtára adom, akkor a magam tudtára adom. És amit mások hallanak, azt én is hallom. És ahogy másokat befolyásolok, magamat is befolyásolom. Egy pici segítséggel Kati változtatni fog, és már alig várom, hogy 30 nap múlva találkozhassunk, és föltessem neki újfente kérdést. Hogy alakult az életed az elmúlt 30 nap során?